Nos igen, elkezdődött az iskola, és az iskolával megjelentek az első határidők. Viszont a határidő az nem az ellenségünk, hanem a barátunk. Sziasztok fiúk és lányok, üdv a csatornámon! Ebben a videóban arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudsz mindent leadni határidőre. Szóval az életem folyamán, nem tudom hány éve tanulok már, sosem volt olyan, hogy valamikor ne adtam volna le határidőre az anyagot. És nem azért, mert stréber vagyok, vagy nem azért, mert nem csinálok semmi mást az égvilágon, csak tanulok. Szimplán az volt a titka, hogy 5 darab olyan dolgot használok, ami igazából minden egyes esszénél, prezentációnál, beadandónál, házi feladatnál ahhoz segít engem hozzá, hogy minél stresszmentesebb legyen ez a leadási határidő. Szóval az első dolog, amit mindig megcsinálok, a legeslegelején, onnantól kezdve, hogy megvan az első órán, az az, hogy leírom, hogy mikor, minek, mikor van a határideje. Tehát, ha nem vagy tisztában egy határidővel, akkor nem tudod leadni a dolgokat határidőre. Nyilván. Tehát az első dolog az, hogy amiből tudod, írd össze, hogy ekkor van a vizsga, ekkor van a határidő, ekkor van a házi feladat, ekkor van a ZH7, mikor mi a határidő. És ezt berakod egy naptárba, egy Google kalendárba, egy papíralapú naptárba, tök mindegy, hogy hova, a lényeg az az, hogy ezt leírod, és utána már is megvagy az első lépéssel. A második dolog, ami nélkül biztos, hogy nem fogod tudni leadni határidőre a dolgokat, az az, hogy írsz egy tervezetet. Tehát, december 20-án van egy vizsgám, mit tudom én, orvostanból, és 100 oldalt kell megtanulni, akkor szépen beosztod, hogy jó, november 1-én elkezdek tanulni, és akkor kiszámolod, hogy hetente mennyit kell tanulnod. Tehát, megnézed, hogy miből kell, megnézed, hogy mennyit, és azt leosztod kisebb célokra. Tehát hetente 5 oldal, hetente 10 oldal, naponta 3 oldal. Mindegy, hogy hogy osztod be. Az a lényeg, hogy legyen előtted levezetve, hogy akkor most ezen a napon erre tanulok, ezen a napon erre tanulok, és hogy miből mennyit. És hogyha ez megvan, akkor igazából tudni fogod azt, hogy oké, erre a vizsgára ráér novemberben elkezdeni tanulni, erre a vizsgára viszont lehet, hogy amúgy már most el kéne, mert mit tudom én, október közepén van egy ZH7. Tehát minél hamarabb elkezded, annál jobban fog menni, és annál biztosabb az, hogy te határidőre azt az adott dolgot megtanulod, megcsinálod, megírod. A harmadik az az, hogy ha esetleg több dolognak ugyanaz a határideje, tehát ugyanarra a hétre kell, akkor megnézed, hogy mi a prioritási lista. Tehát ha van egy tárgyam, amiből le kell adnom egy beadandót, ami mondjuk 10%-a a jegynek, illetve van egy tárgyam, amiből van egy vizsga, aminek a határideje az előtte lévő napra nyilván mindent meg akarsz tanulni, és ez a vizsga 60%-ot ér, akkor könyörgöm, ne a 10%-os beadandóval töltsünk heti 40 órát, a vizsgára meg tanuljunk heti 10 órát, hanem fordítva. Tehát mi a prioritási lista, miért többet, mi van hamarabb, minek van nagyobb súlya, és az alapján te ezt össze fogod tudni kötni azzal, hogy tervezed. Mert hogyha egy héten 10 dolgot kell leadnod, akkor tudni fogod azt, hogy oké, ami mondjuk csak 5%-ot ér, azt így a legutoljára hagyom. Ami mondjuk 70%-ot ér, azzal kezdem, mert nyilván az a legfontosabb. Tehát, miután megvan a tervezeted, megnézed, hogy oké, de egyébként a prioritási listából ennek és ennek kell lennie. De ugye nyilván a tervezetet azt már úgy csinálod meg, hogyha látod, hogy jövő hétre valamit le kell adnod, akkor tudod, hogy valószínűleg azzal fogod kezdeni. Tehát, ha megvan a határidő, utána megvan az, hogy hogyan osztod be az idődet, és aztán le tudod ellenőrizni azt, hogy a prioritási lista az valóban azt mutatja, ami most neked kell. A negyedik dolog, ezt tavaly óta alkalmaztam, és egyébként bánom, hogy előtte nem csináltam, ez az, hogy arra az adott dologra, ami határidős, akár esszét kell írni, akár prezit kell csinálni, a héten x órát leblokkolok erre az időre. Tehát például az egyetemen nálunk most nagyon sokat kell olvasni, de hogy így rengeteget. Tehát én nem tudom, először arra gondoltam, hogy majd az esti olvasnivalóm lesz ez a dolog. Viszont ugye nyilván, mivel mellette az ember jegyzetel, meg nem tudom, nem tud egyszerre 3 órán keresztül olvasni,
Ezért eldöntöttem, hogy akkor most erre az olvasnivalóra, aminek ugye határideje van, mert a következő kedre el kell olvasni ezt és ezt. Tehát leblokkolok a naptáramban, mit tudom én, péntek délután 1 órát arra, hogy ezt elkezdjem. Vagy szombaton reggel, vagy vasárnap este. Tehát már most tudom, hogy akkor minden szombaton én ezt fogom csinálni. Vagy minden vasárnap, vagy minden hétfő reggel, mindegy, hogy mikor, de tudd, hogy ezt az X órát te arra szánod, hogy szakdolgozatot írsz. A szakdolgát is így írtam. Tudtam, hogy minden szombaton, mit tudom én, 2-től délután 6-ig az az idő szakdolgozatra volt. És ez szent. Tehát nem megyünk el a barátnőkkel, meg a haverokkal ide-oda. Olyan időt kell keresni, ami mindenkinek jó. Ami biztos, hogy szent lesz. Tehát, ha neked minden nap 1 órád van, akkor leblokkozz heti 7 darab órát, minden nap 1-et. Viszont, ha úgy vagy vele, hogy amúgy minden nap edzésed van, szombaton meg meccsed, akkor leblokkolod, hogy vasárnap reggel 8-tól 12-ig te ezzel foglalkozol. Tehát olyan időt blokkolsz le, ami a későbbiekben biztos, hogy nem lesz probléma. Vagy, ha nem tudsz adott időt leblokkolni, mert mondjuk minden heted más, akkor azt mondod, hogy a héten 10 óra kell nekem arra, hogy ezt megcsináljam. Akkor úgy blokkolsz le 10 órát, hogy ez neked jó legyen. Tehát például vasárnap este azt mondod, hogy oké, jövő héten 2 meccsem van, szombaton és vasárnap, tehát van 5 napom arra, hogy én ezt megcsináljam. Akkor leblokkolhatsz 2 órát minden nap, vagy leblokkolhatsz 5 órát 2 napon keresztül. Ez rajtad múlik, viszont ha nincs meg ez az adott blokk a naptáradban, akkor igazából sose leszel arra motivált, hogy elkezd. Mindig úgy vagy vele, hogy majd holnap, majd következő hónapban, és úgy vagy vele, hogy egyébként következő hónap van, és még mindig nem állok sehogy a projekttel. És az utolsó dolog az, hogy kezd el. Tehát ne keresd kifogásokat, hogy majd holnap, amit ugye az előbb mondtam, hanem csináld, egyszerűen ülj le, kezd el írni. Elkezdeni a legnehezebb. Tehát akár szakdolgozat, akár prezentáció, akár beadandó, elkezdeni a legnehezebb. Viszont ahogy elkezdted, utána igazából ott vagy vele, hogy belejössz, és rájössz arra, hogy egyébként ezt már régebben el kellett volna kezdenem, hiszen tök jól megy, tökre érdekes, haladok vele. Tehát kezd el, ha ma nem kezded el, holnap már 1 nappal kevesebb időd lesz rá. Viszont ha tegnap kezdted volna el, akkor ma már nem 0% lenne az előrehaladásod, hanem 10. Vagy akár már, hogyha 1%, akkor is 99% maradt hátra, nem pedig 100%. Köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, én mindig tökre felpesdülök, amikor egy ilyen videót csinálok, és nekem is eszembe jut, hogy oké, ezután a videó után megírom a leckét, vagy elkezdem a beadandót, vagy valami, mert úgy felhájpolódok én is azon, hogy igazából igen, kezdjük el ma, kezdjük el minél hamarabb, és minél hamarabb elkezdett, minél hamarabb vége lesz. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, és feliratkozni a csatornámra, hogy ne maradjatok le több ilyen videóról. Találkozunk a következő videómban. Legyen nagyon szép hétvégétek! Sziasztok!